ciklámen bőrszövetének vizsgálata következik. A ciklámen egy kétszikű növény, amelynek a leveléről a bőrszövet egyszerűen lenyúzható. Ennek következtében lett a mikroszkópos eljárásnak a neve a nyúzat készítése. Mielőtt a nyúzatot megpróbáljuk elkészíteni a levélről, veszünk egy fedőlemezt, a fedőlemez, illetve tárgylemez, a tárgylemez közepére cseppentünk egy csepp vizet, és ezután a ciklámen levelét megpróbáljuk egy oldalazó mozdulattal elkezdeni tépkedni, és fogunk kapni egy hártyát, ez lesz a bőrszövet, és ezt a hártyát megpróbáljuk csipesz, tűr és egyéb anyagok vagy eszközök segítségével belehelyezni a vízcseppünkbe. És miután ez megtörtént, egy fedőlemez segítségével letakarjuk, megkocogtatjuk, hogy ne kerüljenek alá buborékok, viszont nagyon fontos kiemelni, hogy mivel kétszikű növényről van szó, nagyon fontos, hogy az alsó bőrszövet területén vizsgálódjunk, ugyanis a bőrszövetben kétféle sejtet tudunk majd megvizsgálni, a babszem alakú záró sejteket és az alapsejteket, és a babszem alakú záró sejtek, azaz a légző apparátusnak a sejtjei csak a hátsó oldalon láthatóak, minden kétszikű növényekről van szó. A százszoros nagyításon kezdünk el vizsgálódni, és már is bekerült a látótérbe a bőrszöveti nyúzat, és nagyon szépen látszanak a egyrétegű bőrszövetnek az alapsejtjei, amelyek hullámos faluak, azért, hogy nagyobb felületen takarjanak egymáshoz és intenzívenben védjék a felszínét a növénynek. Itt láthatóak a gázcselenyílások, és a gázcselenyílások körül a babszem alakú zárósejtek figyelhetőek meg, és ezeket a gázcselenyílásokat láthatjuk az egész nyúzaton felszínén. A gázcselenyílásoknak a funkciója a növények számára fontos gázoknak és a gőzöknek a felvétel és eltávolítása. Ezeken keresztül lélegeznek a növények, és a gázcselenyílásoknak a nyitódása a mellettük lévő záró sejteknek a vízállapotától, más néven turgor nyomásától függ. Alacsony mennyiségű vagy kevés mennyiségű víz esetén ezek a babszem alakú záró sejtek összeesnek és bezárják a gázcselenyílást. Sok víz esetén pedig a megduzzadnak a babszem alakú záró sejtek és kinyitják a gázcselenyílást.